Miért? Nézd már, kizét! Egyed már! Milyen? Ez, ja, hittan. Amikor Mózes lejött a hegyről és meglátta, hogy aranyborjút táncolnak körül, hát ezen nagyon felháborodott, és azt mondta, hogy hát én itt jövök az Istentől, hozom nektek a kőtáblákon az ő parancsolatait, a törvényt, és akkor ti meg itten bálványt imádtok, összetörte a táblákat, az aranyborjút is összetörte, elégette, vízbe tette, megitatta velük, tehát szóval hát ilyen szörnyű, ilyen, még egy gyilkolászásba is torkollott ez a dolog, és hát úgy tűnt, mintha megzakkanna ez az egész kapcsolat, mert Mózes azt mondta, hogy na hát én ezt így nem csinálom tovább. Meg aztán az Úr mondta azt, hogy na jó, hát akkor ez a nép, akkor meg Mózes mondta, hogy Uram, mégiscsak hát csak a te néped, ne tedd nevetségessé magadat, kihoztad őket Egyiptomból, akkor most meg mi van, hagyod őket elpusztulni, hát mégiscsak ők azok, akiket te kiválasztottál. Na szóval egy nagyon érdekes, szép történet, és hát így mennek aztán tovább, tehát megerősítik, megújítják a szövetséget, új kőtáblák, egyebek, és akkor hát itt történik az, hogy elérnek oda Kánaánhoz, déli oldalról közelítik meg, és hát ez a kémeket küld Mózes az ország kikémlelésére. Ezt ígérte ugye nekik az Isten, hogy ez a föld lesz a tietek. Minden törzsből választanak egy-egy embert, 12 férfit, és akkor ők elmennek és körbejárják az országot, kikémlelik. Jönnek vissza és mondják, hogy hát szép, nagyon szép tényleg az a föld, de hát van egy kis gond, ez lakott. Vannak ott emberek méghozzá, nem is akármilyenek. Olyan óriásiak, hogy mi kis szöcskéknek éreztük magunkat előttük, mert olyan nagy termetű, szálas emberek laknak ott. Hát ezek megesznek bennünket reggelire. Mondja a 12-ből 10. Kettő kém volt, akik azt mondták, hogy igaz minden, amit ezek mondanak, valóban nagy termetű emberek laknak ott, de hát ha az Úr nekünk ígérte, akkor majd ő gondoskodik róla, hogy mi mégiscsak elbánjunk velük. Ez volt Józsué és Káleb. Ez a két vitéz harcos. Na de hát természetesen ugye többségi szavazás volt, úgyhogy a nép azt mondta, hogy hát mi ebből nem kérünk, hogyha 10-re hallgattak a kettő helyett, azt mondták, hogy mi ide nem akarunk bemenni. És akkor erre azt mondta az Úr, hogy na jó, hát akkor nem is mentek be, hanem majd csak az utódaitok. És akkor megbánták, rögtön meggondolták, hogy igen, de mégis be akarunk menni, és akkor nem, most már ti nem, hanem 40 évig fogtok bolyongani a pusztában, amíg ez a nemzedék ki nem hal, akik most hitetlenkedtek, és majd a gyerekeitek fognak majd bemenni oda, ők foglalják el, akikre azt mondtátok, hogy ott pusztulnak. Tehát, hogy akiket féltettetek ettől az őslakosoktól. Tehát majd pont a gyerekeidnek fogják elfoglalni. És akkor így is lett, hogy hát bolyongtak a pusztában, ez 40 év, hát ez alatt nagyon sokféle történet volt. Hát csak néhány kiragadott példa olyan történt, hogy amikor nem volt víz, akkor Mózes botjával rákopintott a sziklára, és forrás fakadt belőle. Olyan is volt, hogy keserű volt a víz, és akkor beledobott Mózes egy darab fát, és akkor iható lett. Olyan is volt, hogy ugye éhesek voltak, és akkor az Úr mannát hullatott az égből, és akkor azt szedték össze, és akkor mindig volt elég ennivalók. Akkor egy idő után azt mondják, hogy elénk van már a mannából, visszakívánkoztak Egyiptomba, rabszolgaságba, húst akarunk enni, akkor egyszer csak jött egy csomó madár, fürjek, leszálltak a táborra, és akkor gyorsan tudtak egy csomó fürjet összeszedni, és azokat is megsütötték, megették. Tehát volt hús, volt manna, aztán olyan is volt, amikor egyszer zúgolódtak, lázadoztak az Isten ellen, és az Úr haragjában kígyókat bocsátott rájuk, mérges kígyókat, és akkor megmarták, őket is meghalt. És akkor hát könyörögtek az Istenhez, és akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy készíts részből egy kígyót, kígyószobrot, egy magas oszlopra azt tedd föl, és akkor akit megmart a kígyó, de fölnéz arra a részkígyóra, az nem fog belehalni. És akkor így is történt, hogy Mózes átizett a részkígyót, föltették a magas póznára, és akkor akit megmart a kígyó, fölnézett rá, és nem halt meg. Nagyon érdekes, ez is ugye a Jézus keresztjének az előképe. Jézus mond is egy ilyet, hogy ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is feleveltetnie. Ugye, tehát milyen érdekes ez a bizalomnak a mozdanata, hogy nem azt mondom, hogy jaj, megmart a kígyó, végem van, hanem azt mondja, hogy megmart a kígyó, de az Isten azt mondta, hogy ha felnézek a részkígyóra, akkor életben maradok. Tehát itt az Isten iránti engedelmesség, az Istenben való bizalom, az Istenben való hit
mozzanata jelenik meg. Tehát nem azt mondja, hogy eltakarítom a kígyókat, és nem fognak többet bántani benneteket, hanem azt mondja, hogy ott vannak a kígyók, de meg tudtok menekülni, ha rám hallgattok. Ugye ez milyen érdekes, ez a hitnek a példája. Tehát ez is egy fontos pusztai történet. Aztán egyszer volt egy olyan, hogy át akartak kelni Moab országán, de mondták, hogy mi nem akarunk háborút veletek, mi csak át akarunk itt menni. És akkor, de hát Moab királya meg nagyon megijedt, meg a nép is, hogy hát hallottunk ezekről az izraelitákról, hát ezek már ott Egyiptomból is úgy jöttek ki, hogy a hadsereg odaveszett, valami nagy isten van velük, hát nem jó ezekkel újat húzni. Hát ő úgy gondolta, hogy majd ő valahogy megpróbálja kicselezni ezt a dolgot, és akkor elhívatott egy ilyen proféta hírében álló embert, akinek úgymond valami összekötetése van a felsőbb hatalmakkal, az égiekkel, őt Bálámnak hívták, és hát mikor mentek a királyi követek Bálámhoz, hogy gyere el, és az a feladatot, hogy átkozz meg Izraelt, és akkor majd mi megúszuk ezt a dolgot. És akkor mondja Bálám, hogy hát amit az a legfelsőbb Isten eltervez, azt ő úgyis megcsinálja, tehát én hiába akarnék bármit ellene tenni, úgyhogy én nem vállalom ezt a feladatot. Vittek neki mindenféle kincseket, semmivel nem lehetett megvesztegetni, míg nem aztán maga az Úr mondta neki, hogy menj csak el velük, de csak azt mondhatod, amit én a szádba adok. Tehát menj el velük, de azt kell mondanod, amit én mondok. És közben nagyon érdekes, mint hogyha többféle történetben lenne összeszűrve, mert amikor mennek, akkor közben a szamár megmakacsolja magát, nem akar menni, akkor Bálám elkezdi ütlegelni a szamarát, a szamár megszólal, miért bántasz engem, hát mindig jó voltam hozzád, és akkor hirtelen megnyílik a Bálám szem, és látja, hogy egy hatalmas angyal áll előttük az úton, és a szamár azt látva állt meg, tehát hamarabb látta a szamár az angyalt, mint maga a proféta, és akkor a angyal megint mondja neki, hogy jól van, menjél csak el, de jegyezd meg, hogy csak azt mondhatod, amit az Isten. Na most akkor így jut el Bálám a királyhoz, akit egyszerűen Báláknak hívnak, és ugye ő elmondja neki, hogy mit szeretne, és mondja Bálám, hogy az igazság, az nem fog menni, mert nekem az csak azt van jogom mondani, amit az Isten rám bíz. Jó, van, nem baj, menj csak föl a hegyre, fölmegy, épít egy oltárt, áldozatot be, lenéz, látja, ott Izrael népe táborozik, felemeli a kezét, és elkezdi mondani az áldást. És mondja a király, hogy várjál már meg, hát erről nem volt szó, hát én fizetnék neked, hogy megátkozd őket, te megáldod őket. Hát nem mondhatok mások, amit az Isten rám bízott. És mondja, de ha már nem tudod megátkozni, legalább ne áldjad. És akkor hát abban maradtak, hogy végül is Bálám adott egy ravasz tanácsot a királynak. Azt mondta, hogy tudod, ezek az emberek áldottak, ez a név áldott. Nem lehet őket kikezdeni, nem lehet őket legyőzni. Egy dologgal lehet őket meggyengíteni, hogyha eltéríted őket az Istenüktől. Ha nem az Istenben fognak bízni, akkor viszont legyőzhetők lesznek. Fú, és nagyon durva, mert azt csinálja, hogy kiválasztottak szép lányokat, a moabiták, azok elmentek az izraeliták táborába, kicsit kelleték magukat ott a katonáknak, és akkor hát ugye ők meg hát persze szívesen éltek a lehetőséggel, és elhívták őket a saját isteneiknek, a bálvány isteneiknek az áldozati rítusára, Isten tiszteletére, és hát ezáltal tulajdonképpen elfordultak az Úrtól, és már ugye Isten is ilyen értelemben elpártolt tőlük. Hát itt megint egy ugyanolyan ronda történet következett, mint ami az aranyborjónál is volt, megint öldöklés, egyebek, aztán tovább mentek. Szóval ilyen történetekkel tarka ez a 40 éves pusztai vándorlás. Ugye ekkor már elkészítették ez az Isten jelenlétét szimbolizáló frigyládát. Ez egy láda, faláda, ami be van aranyjal. A tetején két aranyból készült angyalszobor, amik így egymás felé borulnak. Ez egy elég nehéz láda lehetett, eleve már a fa is, de utána még aranyjal van bevonva. És hát ugye így ilyen karikák voltak az oldalára téve, és akkor abban rudat dugtak, és úgy tudták vinni a papok a ládát. És hát ugye ahol letáboroztak, ilyen sátrat, egy elég nagy sátrat állítottak föl, ilyen állatbőrökből készült
sátrat, és egyébként az szolgálta a templom funkcióját, és akkor ott oltárt építettek, és akkor ott mutatták az áldozatot. És akkor mindig, ha továbbálltak, akkor összeszedték, összecsomagolták a sátrat, és mentek tovább, vitték a ládát is. Tehát ezt jelentette, vagy így szimbolizálta Isten jelenlétét a frigyláda, aminek aztán még a későbbiekben lesz jelentősége. És hát így értek el aztán újra a Kánaán országához, de már most nem délfelől, hanem keletfelől közelítették meg, tehát a Jordán folyó, ami észak-délirányú folyású, a Jordán folyóhoz értek oda, tehát gyakorlatilag itt most az ígéret földjének az elfoglalás az egy folyón való átkelés. És ahogyan a Vörös-tengere való átkelés is, ilyen vízen való átkelés volt, de szárazlábbal, úgy itt a Jordánon való átkelés is egy ilyen jellegű történet, ami nagyon érdekes módon a navajon, mit gondoltok, a keresztények számára mit szimbolizál vízen való átmenés, új kezdet a másik oldalon. Ez legyen most egy ilyen házi feladat kérdés, hogy vajon mit jelképezhet, mi jut nektek eszetekbe erről, víz, átmenés rajta, de egy új kezdet a másik oldalon. És ugye itt mondta az úr, hogy hát most eltelt a 40 év, az a nemzedék már kihalt, Mózes még az a régi nemzedékhez tartozik, hiába, hogy ő volt a nép vezetője, meg ő hitt, de ő sem mehetett be az ígéret földjére. Tehát Mózes ott halt meg még a Jordánon, Jordántól keletre, és kivette volna más át a nép vezetését, mint azon kémek közül az egyik, akik annak idején a Kánaán kiképzelésekor azt mondták, hogy hát igen, nagy termetű emberek laknak ott, de ha Isten nekünk ígérte, akkor nekünk is fogja adni. Hát az egyik volt Káleb, a másik Józsué, Józsué lett Mózes utódja. És ő vezényelte le tulajdonképpen már aztán a honfoglalást, ami mondom, kezdődött el azzal, hogy átkeltek a Jordánon, hasonló módon, mint a Vörös-tengeren. És aztán ott bent, hát ugye csaták, meg városok elfoglalása, míg aztán belakták ezt az országot. Hát az egyik ilyen nevezetes csata mindjárt a honfoglalás elején volt Jerikónak a bevétele. Szerintem ezt a városnevet hallottátok már. Jerikót egy ilyen városfal vette körül, akkoriban a városokat így építették meg, tehát ezzel tudtak védekezni az ellenségtől. És akkor hát úgy vette be Izrael, hogy körbe járták, tulajdonképpen egy ilyen kultikus vallásos cselekmény volt, vitték a frigyládát, a papok, trombitáltak, és akkor 7 napon keresztül ezt megtették, heveri napon 7-szer kerülték meg, városfal leomlott, és aztán hát tulajdonképpen már könnyűszerrel prédává tudták tenni a város lakosságát, és elfoglalták, és aztán így tovább. Tehát így költöztek be, így foglalták el a 40 évi pusztai vándorlás után Izrael fiai Kánaán országát. Persze azért nem annyira vegytiszta ez a történet, mert ott éltek továbbra is népek, akikkel folyamatosan háborúztak. Hát erről szól a következő néhány száz év története. Erről majd akkor legközelebb, de most idén már tőletek többet azért nem szeretnék kérni. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket most képesek voltatok végignézni, végighallgatni és a kérdésekre válaszolni, akkor az már egy szép teljesítmény, gratulálok, és nagyon-nagyon boldog karácsonyt, meg boldog új évet kívánok. Ti is segítsetek a szüleiteknek, az egész családotoknak abban, hogy ebben a különleges helyzetben tudjatok türelmesek lenni egymással is, meg a helyzettel is. Tehát tartsátok be azokat a szabályokat, amik annak érdekében születtek, hogy a vírus és ez a kórság minél hamarabb hát legyőzésre kerüljön, tehát hogy ne terjedjen, minél kevesebben halljanak meg, és aztán végre újra visszatérhessen az élet egy élhetőbb kerékvágásba. De azért sok mindent ebből a víruskorszakból azért magunkkal vihetünk, például az, hogy egy kicsit legyünk figyelmesebbek, türelmesebbek egymással, ne tüsszentsünk egymás arcába, ne köhögjünk, ne köpködjünk, stb. A maszkviselés szerintem egész jól meg lehetett szokni már, úgyhogy vannak olyan országok, ahol ezt simán megcsinálják, hogy teljesen maguktól mindenféle törvény előírás nélkül a bizonyos járványok idején, ha úgy érzem, hogy most én tüsszögök, köhögök, krácsolok, én nem akarok a többieket fertőzni, felteszek egy maszkot.
és így vigyázok a többiekre. Tehát a maszkviselés nem saját magam védelmében kell elsősorban, hanem a többiek védelmében. Tehát ezt tudatosítsuk magunkban. Ne menjünk tömegbe, nem is szabad egyébként, és hát ugye a családi körben való meghitt ünneplésnél nincs is szebb. És viszont ezt megvigyük magunkkal a hétköznapokba. Jó, tehát kívánok persze nagyon sok szép ajándékot is, de nem az a legfontosabb, hanem az, hogy Jézus megszületett, és él, és közben jár értünk az atyánál, és vissza fog térni, hogy magához vegyem mindazokat, akik benne hisznek. Én azt szeretném, hogy ti is megismerjétek őt minél jobban. A Biblia történeteit azért érdemes megismerni, mert ezen a történeten keresztül bontakozik ki az emberiség megváltásának, üdvösségének a története is, és a személyes üdvösségünk története. Na, hát így kívánok nektek akkor nagyon békés, boldog új esztendőt is, és akkor most befejezésül mondjuk még el a Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Erős várami Istenünk, sziasztok!